magyar férfi jégkorong válogatott három ferencvárosi játékossal, Nagy Gergővel, Pavuk Attilával és a felnőtt szinten címeres mezben most debütáló Jászai Dáviddal a soraiban utazik el a világbajnokság előtti utolsó felkészülési tornára a szlovéniai Bledbe. A csapat február 7-e és 9-e között a házigazda szlovénok mellett Fehér Oroszországgal és Olaszországgal találkozik majd. A decemberi összetartás ki kellett hagynod sérülés miatt, viszont most újra itt vagy a keretben. Milyen volt az első nap? Fárasztó volt, ugye a csapatnak a nagy részének, legalábbis a mi csapatunkból, ugye, akik itt vannak, azoknak szabad napjuk volt, meg szerintem egyébként a keretnek a nagy részének szabad napja volt, úgyhogy nyilván az első 45 perc az egy picit karcosabb volt. Próbáltuk kikurizni a fáradt lábakat, meg összeszedni magunkat fejbe. Lesz ez jobb is, ugye a másik 45 perc az már jobb volt, de mindig örömteli itt lenni. Mikor a szezon elején itt célokat fogalmaztunk meg, akkor ez is az egyik volt, hogy jó lenne, hogyha gondolom én legalábbis, hogy a játékosok, akik aláírtak, hogy szeretnének, mert aki azt mondja, hogy nem szeretne válogatott lenni, az ott valahogy nincs rendben, vagy hazudik. Szóval biztosan az Ati is és a Dávid is nagyon örülnek, hogy itt vannak, és szeretnének bizonyítani, és meg szeretnénk mutatni, hogy a Fradiban igenis jó munka zajlik, és lehet hozzánk nyúlni. Nagyon jó érzés újra itt lenni, nagyon sok új arc van, ugye most nagyon sok fiatal kap lehetőséget, és örülök, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős bledi tornára fogunk menni, ahol három igazán kemény csapat fog ellenünk jégre lépni. Délután volt egy megbeszélésünk, ahol az edző elmondta, hogy nagyjából mit vár a csapattól, és én úgy gondolom, hogy ha mindenki ott teszi magát, akkor meg tudjuk nehezíteni rendesen az ellenfél dolgát. Szerencsére lehetőséget kaptam az előnyös játékba is részt venni, illetve az első sorokba fogok jégre lépni. Harmadról-harmadról játszunk. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek arra kell koncentrálni, amit az edző kijelölt neki célként, és én is erre fogok koncentrálni. Én jól éreztem magam, jó edzés volt, jó pörgős edzés volt, ugye mindenki meccsekből jön, nem kellett nagyon felvenni egymás tempóját, izgatottan várjuk a tornát. Mindenkivel nagyjából már játszottam együtt, akár klubcsapatban, akár utánpótlás válogatottakban, nagy újdonság nem ért, maximum az, hogy a tempó nagyobb és fel kellett venni elsősorban. Nagyon izgatottan várom, és szerintem az egész keret izgatottan várja. A cél mindenféleképpen, tehát úgy állunk neki a meccseknek, hogy meg akarjuk őket nyerni, de nem feltétlenül az eredmény lesz az első számú. A lényeg a mutatott játék lesz, és hogy egyre jobban összeérjen a csapat a világbajnokságra. Jó lesz megtapasztalni végre, hogy milyen címeres mezben játszani, az országot képviselni felnőtt szinten.